Ma mindenki legnagyobb ellenségéről lesz szó, az önbizalomról. A te legnagyobb ellenséged is az önbizalmad, ugyanis a hiánya egymagában dönthet a siker és a kudarc között, bármiről is legyen szó. De vajon ez ennyire fontos eleme az életünknek, és ennyire meghatározza azt, hogy mennyire leszünk sikeresek az életben, akkor miért nem foglalkoznak az emberek vele tudatosan? Miért hagyja mindenki, hogy az önbizalmát külső tényezők irányítsák, hogy így a saját élete, a saját sikere felett elveszítse az irányítást? A válasz egyszerű. Mert vagy azt nem tudják, hogy ez ennyire fontos, vagy azt, hogy ezt tudatosan igenis lehet fejleszteni. Igen, jól hallottad. Az önbizalom is olyan, mint egy izom. Ha edzed, ápolod, akkor tudatosan növelni lehet az erejét. Úgyhogy nézzük, hogyan tudod megerősíteni az önbizalmadat, hogy ez megingathatatlan legyen még az éles helyzetekben is. 5 plusz 1 technikát fogsz hallani, amik egymást erősítve fognak segíteni megedzeni az önbizalmadat. Kezdjük az elsővel. Ez a félelmek legyőzése. Nézzünk egy egyszerű gyakorlatot. Gondold alaposan végig, hogy mik a te félelmeid, mik azok, amik korlátoznak téged az életedben. Írd fel ezeket egy lapra. Utána pedig nézd meg, hogy hogyan tudnál egy biztonságos környezetet teremteni magadnak, ahol szembe tudsz nézni ezekkel a félelmekkel. Írd le a félelmek mellé ezt is. Ezután sorban szembe kell nézned a félelmeiddel a felírt módokon. Erről több tanulmány is készült, hogy a félelmet sokkal egyszerűbben le tudja győzni az ember, hogyha egy biztonságos környezetben érzi magát. Mondok rá egy példát. Amikor annó kisebb voltam, akkor egy picit tartottam a kutyáktól valamiért. Még kb. Amikor ilyen 5-6 éves lehettem. És emlékszem, hogy egy biztonságos környezetet teremtettek nekem, mert amikor mentem a keresztszüleimhez, ott kicsi boxerek voltak. Amikor oda mentem, akkor így kicsit féltem tőlük. De ők mondták, hogy nem kellettől félni egyáltalán, ők itt vannak, figyelnek rám teljesen, próbáljam csak meg megsimogatni. És amint megsimogattam a kutyát, és elkezdte nyaldosni a kezemet, onnantól kezdve így ez a félelem teljesen elillant. Hoztam egy pár példát, hogy könnyebb legyen. Tehát, hogyha te félsz a nyilvános beszédtől, akkor az segíthet, hogyha pár embernek szimplán csak tartasz egy beszédet, mondjuk a barátaidnak. Ha a kutyáktól félsz, akkor a kutya simogatás is jó lehet. Ha meg a kommunikációról vagy az ismerkedésről van szó, akkor szól is le egy lányt az osztályból, vagy a munkahelyről, akit már ismersz, és szimplán csak beszélj vele egy kicsit. Ez azért kell, hogy már szokd a helyzetet. És hogy miért fontos ez az egész? Hát azért, mert a félelmeid határolják be az életedet leginkább. Az önbizalmad legnagyobb ellensége az, hogyha vannak olyan dolgok, amiktől félsz. Ugyanis amíg ezek léteznek, addig minden helyzetben legbelül visszatart a félelem attól, hogy esetleg szembe találkozol valamelyikkel. Ha már legyőzted a félelmeidet, és már nincs mitől tartanod, akkor átléphetünk a következő lépésre. Második, fókuszálj az erősségeidre. A legtöbben rosszul fogják fel ezt a részt. Ők a gyengeségeiket akarják egy átlagos szintre felhúzni, ahelyett, hogy az erősségeiket emelnék egy kiváló szintre. Ezzel szimplán azt érik el, hogy több dologban lesznek teljesen átlagosak. Azonban az erős önbizalomhoz szükséged van legalább egy olyan készségre, amiben nagyon komolyan kiemelkedő vagy. Épp ezért a már meglévő erősségeidre kell fektetned a hangsúlyt. Írj egy listát azokról a tevékenységekről, amiben jónak érzed magadat, amik a te erősségeid. Majd rendszerezd ezt a listát aszerint, hogy melyiket szereted a legjobban csinálni, az kerüljön a tetejére. Ezután ebben a témában merülj el, ás mélyre, és próbálj meg minél több tudást megszerezni, és fejleszteni saját magadat. Ahhoz, hogy valamiben kiemelkedő eredményt tudj elérni, és elérd ezt a mesteri szintet, az 10 000 órát kell befektetned. Ez konkrétan Robert Greene Mastery című könyvében van benne. Azonban ahhoz, hogy bármilyen friss készségből eljuss egy teljesen átlagos szintre, elég mindössze 20 óra. Ha szembenéztél a félelmeiddel és fejlesztetted az erősségeidet, akkor látszólag meg is vannak az eszközök, amik az önbizalomhoz szükségesek. Hiszen már nincs mitől félned, és van, amiben kiemelkedően jó vagy, ugye? Nos, ez még mindig nem elég, ugyanis az sem mindegy, hogy magaddal hogyan beszélsz. Természetes, hogy vannak gyengeségeid, és a fejlődés során fognak kudarcok érni. Ezekben az esetekben nagyon könnyű beleesni az önostorozás csapdájába. Amikor mérgesek vagyunk magunkra, hogy valami nem sikerült. Hajlamosak vagyunk olyan dolgot mondogatni, hogy de hülye vagyok, hogy nem megy. Miért nem megy már? Miért kell ezt nekem mindig csinálni? Miért pont velem történik ez? És ez az, ami tökéletesen beletaszít téged egy ördögi körbe. Hiszen mivel ilyeneket mondasz magadnak, ezzel programozod az agyadat, és még annyira sem fog sikerülni, mint előtte sikerült. A durva az, hogy tényleg programozhatod az agyadat, és attól függően, hogy miket mondogatsz magadnak, változhat a tudatalatti hozzáállásod a dolgokhoz. Például régen azért nem olvastam, mert mindig azt mondtam az embereknek és saját magamnak is, hogy utálok olvasni. De mikor megtaláltam az első jó könyvet és elkezdtem olvasni, és elkezdtem meglátni a könyveknek az értékét, akkor hip-hop változott a hozzáállásom is a könyvekhez és az olvasáshoz, és egyre több könyvet kezdtem el olvasni miatta. Shad Hamsternek van egy könyve ebben a
témában, a mit mondj, amikor saját magaddal beszélsz. Ez talán benne van a könyvklubban is, és egy zseniális könyv szerintem, ami ki tudja egészíteni ezt a részét a videónak. Na hát akkor jöjjön az eddig felépített tortánk tetejére egy kis hab. Vizualizáld a sikereidet. Ha már tudod, hogy hogyan beszélj magaddal, akkor azt is megmutatom, hogy hogyan motiváld magadat az igazán nagy sikerek elérésére. Erre fogjuk használni a vizualizációt. És tudom, hogy sokan nem hisznek benne, és sokan azt gondolják, hogy ez valami varázslat. De köze sincs hozzá. Az emberek nagy része azért hiszi ezt, mert totálisan félreérti az egészet. Azt hiszik, hogy ha te sokszor gondolsz egy dologra, akkor azt csak így hirtelen odarepül hozzád, és az univerzum megadja. Nos, nem állhatnánk messzebb a valóságtól. Elmondom miért. Annyiban igazuk van, hogy sokszor kell gondolni egy adott dologra, és minél részletesebben gondolsz rá, annál jobb. Úgy kell gondolnunk rá, mintha már a miénk lenne, mintha már elértük volna azt a bizonyos célt. Viszont ez önmagában nem elég, hanem tennünk is kell érte, hogy ezt a célt elérjük. Ami történik ilyenkor az agyadban, az valami hihetetlen. Mivel én annó azt mondtam, hogy 1000 ember van a könyvklubban, még akkor is, ha csak 330 volt, így az agyam diszonanciát érzett. A diszonancia az egyszerűen elmagyarázva az, hogy nem volt egyetértés a között, ami valójában történt, és a között, amit én mondogattam az agyamnak, hogy megtörtént. Tehát az agyam tudta, hogy ez nem igaz, de én már annyiszor mondogattam ezt, hogy már idegesítette őt. Így elkezdett lehetséges megoldásokat találni rá, hogy hogyan lehetne tényleg 1000 ember a könyvklubban, és hogy hogyan tudná ezt a diszonanciát megoldani. Így hirtelen tényleg a semmiből jöttek a jobbnál jobb ötletek. És lásd csodát, eltelt egy év, és most már körülbelül 1500 tagja van a könyvklubnak. És az OM csapat is bővült. Oké, és hogyha ezt megértetted, akkor már jó úton haladunk. De még egyszer nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy tenned is kell érte. Tehát attól, hogy mondogatod, attól még nem lesz jobb. De hogyha az agyad már megtalálta azokat a lehetőségeket, amik segítenek abban, hogy megold azt az adott akadályt vagy problémát, akkor azt neked meg is kell csinálnod. Az ötödik rész egy olyan apró tipp, amivel szinte azonnal növelni tudod az önbizalmadat. Ez pedig nem más, mint a külső kinézet. Azonban ez nem csak rövid távon működik, mivel talán nem is tudtad, de a külső magabiztosság belső magabiztosságot is ad. Fontos, hogy milyen ruhákat veszel fel. Nem az, hogy milyen márkás ruhákat, hanem milyen kinézetű ruhákat. Mert az elegancia az mindig magabiztosságot sugall. Fontos, hogy milyen hajat vágatsz magadnak, mennyire vagy ápolt, milyen parfümöt használsz, meg természetesen, hogy mennyire vagy fit. De még egyszer mondom, ezt jó ruhákkal lehet ellensúlyozni. Egyszer kipróbáltam direkt, hogy vajon máshogy viszonyulnak-e hozzám az emberek, hogyha öltönyben járok. És a válasz igen, ráadásul nem is kicsit. Tehát megnyugtatok mindenkit. Igen, tényleg működik, és tényleg máshogy viszonyulnak az emberhez, hogyha elegánsabban öltözködik. Végül pedig jöhet a plusz egy tipp. Plusz egy az nem más, mint hogy segíts másoknak. Ha segítesz másoknak, kettő dolog történik. Az első, hogy rájössz, hogy milyen készségeid vannak, amivel segíteni tudsz másoknak. És ez szimplán jó érzéssel tölt el téged. A második pedig, hogy rájössz arra, hogy nálad amúgy sokkal rosszabb helyzetben is vannak emberek, és picit átértékeled a te saját életutadat. Hálásabb leszel azért, amit már most megvan. Úgyhogy segítsetek másoknak, mert higgyétek el, hogy cserébe azt fogjátok visszakapni, hogy sokkal gyorsabban tudjátok az önbizalmatokat növelni. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó, és tényleg tudsz majd növelni az önbizalmadon. Hogyha tetszett, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, nyomj egy lájkot, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!